döntése hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra. Heti kitekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében. Hát, hogy mi várható, biztos, hogy egy Fed ülés az várható kétnapos kedden, szerdán, és minden e körül fog forogni előtte is, meg utána is. Ugye előtte a várakozás miatt meg még jön azért egy-két dolog, amerikai konjunktúra adatok, hát utána pedig az, ami majd ott elhangzik, vagy ami történik, úgyhogy mindenképpen ez a legmeghatározóbb sztori a héten, de erről Várady Beával, az OTP Elemzési Központ szenior szakértőjével fogunk pár szót váltani. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Szia! Na, hát ugye ezt megelőzően, a Fed ülés megelőzően lesznek amerikai konjunktúra indexek, indikátorok. Ez van holnap, és holnap kezdődik a Fed, ami befejeződik szerdán egy döntése. Így van, kedden májusi ipar és kiskeredet érkezik majd az USA-ból. Itt ugye a kiskereskedelem esetében áprilisban váratlanul megtorpant a bővülés, ami akkor azzal volt magyarázható, hogy a Biden adminisztráció gazdaságélénkítő csomagja, ez volt ugye az USA-ban a harmadik COVID-mentő csomag által biztosított egyszeri 1400 dolláros csekk keresletélénkítő hatása gyakorlatilag kifutott a rendszerből, teljesen elhalványult. De akkor még az volt a várakozás, hogy a magas megtakarítási ráta és az újranítás együtt majd egy új lendületet adnak a bővülésnek. Ehhez képest tartunk most ott, hogy havi összevetésben már nem csupán stagnálásra, hanem egyenesen esésre számítanak az elemzők. Így kérdés, hogy itt mi lesz ennek a kiskereskedelmi forgalomnak a jövője. Az ipari termelési adat esetében sem kimondottan erősek most a várakozásuk. Itt az előző havival nagyjából megegyező havi bázisú növekedésre számítunk. A visszafogottságot itt pedig az indokolja, hogy a feldolgozóipar kibocsátásában volt ugyan áprilisban emelkedés, de továbbra is nagy a bizonytalansága a globális ellátási láncokban tapasztalható zavarok miatt. Itt elsősorban egyenlőre még ugye az autóipar sújtó félvezető hiány az, ami szemmel látható problémákat okoz, de egyre több ágazatból érkeznek hírek, hogy a chip hiány hamarosan a kibocsátás korlátjává válhat. Így elkezdtek felépülni természetesen azok a kapacitások, amelyek majd ezt a problémát orvosolni hivatottak, de ehhez még idő kell, így jó darabig még velünk marad ez a kérdés, hogy mikor áll vissza az ellátás a rendes kerékvágásba. Ezek az adatok már így alapvetően a második negyedéves növekedési kilátásokkal kapcsolatos várakozásokat alakítják majd. Ugye az első negyedében azt láttuk, hogy nagyot ugrott a növekedés az USA-ban, köszönhetően a stimulus csomagoknak, bőven maga mögött hagyva a recesszióban lévő eurozónát, és az volt a várakozás, hogy a második negyedében még ettől is erősebb dinamikákat láthatunk majd, köszönhetően az újranyitásnak. Ám az áprilisi adatok és egy esetleges gyenge májusi adat, amit most a konszenzus mutat, ez majd némiképp átírhatja a rövid távú növekedési várakozásokat, így ezek az adatok ebből a szempontból fontosak. Meg hát talán még az inflációs várakozásokat is enyhítheti, és akkor esetleg gondolhatja a piac, hogy igaza lesz a jegybanknak a tekintetben, hogy az árak megugrása, vagy az infláció megugrása átmeneti, és épp ezért nem nagyon kell kapkodni, de hát ez meg majd ugye a kedszerdai Fed meetingen fog kiderülni, hogy mégis hogyan látják a döntéshozók, és mit lépnek. Így van, valószínűleg nem csak a hét, hanem már így az elmúlt másfél hónap egyik legjobban várt esemény ez a mostani kamat döntőülés. Ugye itt jelenleg két alapvetően teljesen ellenkező irányba mutató tényező alakíthatja majd ezt a döntést, ezért is óriási a bizonytalanság és felfokozottak a várakozások. Egyfelől ott van a gyorsuló infláció kérdése, hiszen áprilisban és májusban is már a várakozásokat meghaladó árindexeket láthattunk, és évtizedes rekordok dőltek meg úgy a headline, mint a maginfláció esetében. És ugye most már itt az energiaárak bázis hatása mellett az újranyitás hatása és a gyorsan növekvő betöltetlen álláshelyek számának vérfelhajtó hatása is fűti ezt az inflációs folyamatot. Ugye már meglepetés, de áprilisban is azt láttuk, hogy soha nem látott szintre 9,3 millióra emelkedett a betöltetlen álláshelyek száma, ami pedig egy gyors béremelkedést vetít előre. Ezek a folyamatok egyértelműen a monetáris szigorítás irányába mutatnak. Másfelől viszont ott van a Fed
célfüggvényének egy másik eleme a teljes foglalkoztatottság elérése, ami az elmúlt két hónap munkaerőpiaci adatainak tükrében még nagyon-nagyon messze van. Tehát a foglalkoztatottak száma több mint 7 millióval elmarad a pandémiát megelőző 2020. februári szinttől, ez pedig egyértelműen a jelenlegi ultralaza monetáris kondíciók fenntartását erősíti. A Fed kommunikációja is inkább a jelenlegi kondíciók fenntartása felé mutat. Ők tavaly ugye átálltak a 2%-os célról átlagosan 2%-ra, ezzel gyakorlatilag teret engedve egy esetleges átmeneti gyorsulásnak. Folyamatosan a tartósan laza monetáris kondíciók szükségességét hangsúlyozzák a pandémia kezdete óta. Egyértelművé tették, hogy 23 előtt nem lesz kamatemelés, és Powell elnök többször kiemelte, hogy amennyiben elkezdődne az eszközvásárlási program havi vásárlási volumenének csökkentés, egy az úgynevezett tapering, azt ők jó előre jelezni fogják a piacnak, és ebből nem lehet meglepetés. Ezt a piac is nagyjából így várja és árazza, ahogy néztem, a 10 éves államkötvény hozama lecsorgott, az indexek, a részvényindexek azok új csúcsra mentek, tehát ez körülbelül így kajárták is a befektetők, és most nyugodtan a kockázatvállalás felé mozdultak. Igen, ugye most az a kérdés, hogy mennyire állnak bele abba a kommunikációba, amiről már beszéltünk, hogy úgy átmeneti ez az árnyomás erősödés, és a foglalkoztatási cél az pontosan ugyanolyan fontos, mint az inflációs cél, és ezek alapján viszont még lenne idő megvárni a következő néhány hónap adatait, ugye infláció és munkaerőpiac tekintetében is, hogy esetleg összejelentsék be a szigorítás kezdetét, és akkor ugye majd azt láthatjuk, hogy valószínűleg, ha össze bejelentik, akkor januártól kezdődik majd a tapering. A kamatemelés esetében pedig ugye ez azért egyelőre még kevésbé volt forró ez a téma, úgyhogy itt talán annyi lehet majd a változás, hogy fogalmazunk, hogy kevésbé lesznek sarkosak, amikor az első kamatemelés lehetséges időpontjáról beszélnek. Jó, köszönjük. Hát akkor a helyzet ugyanaz, mint szokott, hogyha valami nem a papírforma, vagy a várakozások szerint jön, akkor azért lesz itt majd egy kis meglepődés, nézelődés, de egyelőre akkor ezek a várakozások, amiket te fölvázoltál. Hát kiderül szerdán. Köszi szépen az infókat, jó munkát és szép napot kívánunk neked. És köszönöm, szép Szia. Napot. Hello. Nos, Várad Beával, az OTP elemzési központ szenior szakértőjével néztük meg. Hát egyértelműen ugye hallható volt, hogy a Fed kamat döntése körül pörög minden a héten. Az pedig a kétnapos ülést követően szerdán este a magyar idő szerint 8-kor szokott bekövetkezni, ugye? És akkor utána jönnek a kommentek, meg a sajtótájékoztató 8:30 körül. Úgyhogy arra szegeződik most a befektetők figyelme. Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk. Amikor reggel megnyílik előtted az iroda üvegajtaja, tisztaság, rend és mosolygós recepciósok fogadnak. Minden működik, van kávé az automatában, szappan a mosdóban, nincsenek morzsák a széked alatt. A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég, ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás. Megy, mint a karikacsapás. A Millás reggeli létesítménymenedzsment rovata következik. Támogatónk a létesítményüzemeltetés szakértője, a B+N referencia ZRT. B+N. Egy élhetőbb világért dolgozunk. Képzeld el, a múlt héten egy portfólió konferencián volt egy szekció, amely kimondottan ezzel foglalkozott, tehát létesítmény üzemeltetésre. És hát ott egészen elképesztő szintig mentek. Ugye olvasgatva utána a beszámolókat, kívülálló számára egészen érdekes szintig ment le a beszélgetés a szakértők között. Egyébként a LEO, az a Létesítmény Gazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége. Igen, ezzel én múlt héten találkoztam, azt hiszem, lehet, hogy nyilván ennek a konferencia kapcsán, igen. És ők csinálnak mindenféle kutatásokat, meg indexet is számol, és a hangulatindex, az, amit most bemutattak, azt nézi, hogy a bevételek, az EBITDA, illetve a létszám változása az hogyan alakul a cégeknél, a bérlőknél, ha jól értem, és az látszik, hogy igazából olyan, hogy tavaly nagy ijegység volt a számokon az eredményeket nézve, de már a Q3 pozitívba
fordult, és utána az látható, hogy az előrehozott karbantartások hatására volt egyfajta belső kiegyenlítődés, de lényegi változás a járvány alatt nem történt. Továbbra is az egyik legbiztosabb iparágnak tűnik ez. Úgyhogy ez abszolút pozitív hír, és igazából még egy érdekes nyilatkozót vagy hozzászólót emelnék ki, aki Szilvási Pál, az ingatlanfejlesztői kerekasztra egyesület alelnöke volt, és ő az irodázak érintésmentesítésének lehetőségeiben belég részletesen a csíramentes környezet kialakítási lehetőségeit vizsgálták, hogy ezzel hogyan, ezeket hogyan lehet elhelyezni egy meglevő gépházban. Az érintésmentességet már az épület tervezésénél elkezdik figyelembe venni. A szenzoros forgóajtók, az érintésmentes liftek terjedni fognak, a vizes helyiségek érintésmentessége is fontos, nem csak a Covid miatt, hanem mindenféle fertőzés ellen is jó. Én azt nem tudom, láttad, de csak eljutott eszembe, nagyot ment a Facebookon az a sketch, vagy nem tudom, jelenet, amikor az érintésmentes liftbe a skótok próbálnak Nincs. Skótok próbálják mondani az emeletet, és nem érti, a lift nem érti meg az akcentusokat, és egészen elképesztő vicces történet épül. Na, ez teljesen valós és életszerű dolog. Én még ilyenben nem utaztam, de jönni fognak. De skóttal már találkoztál, aki... Skóttal már találkoztam, akiből egy szót se értettem, és igen, nem tudom, fordítva hát, is. Hát örök élmény volt, amikor együtt voltunk Skóciában, és rögtön azzal kezdtük, hogy leszálltunk a repülőről, felültünk egy vonatra, és jött egy ember, aki azt mondta, hogy... És hát kérdeztem tanult Ács Gábor kollégámat, ugye, aki angol bölcsész szakon végzett, hogy figyelj, mit mondott? És az volt a válasz, hogy nem tudom, de valószínűleg ő a Kaller, mutasd a jegyedet. Tehát körülbelül ennyire lehetett megérteni, hogy mit igen. is mondott. Igen, igen, de az, jól lekanyarodtunk, de minden esetben. Ja, abszolút, az, óriási, az első az interéles utazásomnak a legnagyobb élmény volt. Az egyetlen hely, ahol így egészen elképesztő bandázásba fordult egy egyszerű sétánk meg kocsma látogatása, az a Skóciában volt, ahogy odajöttek, és meghívtak, és barátkoztak, és egészen elképesztően jó fejek voltak, szóval én örök emlék. Na mindegy, szóval a Skócia az csak véletlenül abszolút jött képbe. A járvány alatt a bérleti díjak átütemezésével sokan éltek, az iroda területek csökkentésére is volt példa, de a növelésére is. Nehéz most megbecsülni, hogy összességében mi lesz az irány. És hát itt is bemutatkozott, jobban, vagy legalábbis szóba került Robin, akit mi is bemutattunk a igen, itt a rovatba, ugye korábban az a fertőtlenítő robot, ami járja az irodaházakat és végzi a munkáját. Úgyhogy erről is volt szó a konferencián. És ami még kicsit egy pillanatra meglepett, mert pont az ellenkezőről beszéltünk, a Telekom részéről azt mondta a ottani résztvevő, hogy próbálják becsámítani a székházba a kinti, vagy a kihelyezett telephelyeknek az alkalmazottait, mert a múlt héten meg pont arról beszéltünk, hogy a home office-ból inkább több helyen elszórt kisebb irodákba próbálják átcsábítani majd és a post-covid világban a cégek, az embereket, úgyhogy nem egyértelműek még itt a trendek, úgy tűnik, hogy sokan sok felé mennek, csak az biztos, hogy a hibrid iroda koncepció az megáll és működik. A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég.